Az éneklő ifjúság Pest megyei minősítő versenyét rendezték meg általános iskolás kórusok részére Veresegyházán május 11-én. A megye több pontjáról érkezett kórustagok izgatottan gyülekeztek a helyi Fabricius József általános iskolájának aulájában. A megnyitó előtt a 12 kórus közösen énekelte el a himnuszt. Pásztor Béla, a település polgármestere köszöntötte a résztvevő kórusokat és a felkészítő pedagógusokat. Beszédében hangsúlyozta a dal az éneklés gyógyító erejét. A himnusz éneklését felnőttek is gyakran próbálják, de ilyen szépen még nagy ünnepségeken sem szól, mint ahogyan a ti hangotokon ma én hallottam. Mindannyiótoknak azt kívánom, hogy ez az éneklő kedv, ez maradjon meg felnőtt korotokra is. Az ember egyik gyógyító eszköze az ének, mert ha bánata volt, ha öröme volt, akkor énekelt. Az ember lelke, kedve, hangulata az első gyógyszer. Ebben segít az ének. A megnyitó beszédet követően a kórusok ismét közösen adtak elő egy dalt, melynek szövegével, humorral átszűve a zsűrire akartak ráijeszteni. Az összkórust Kovács Katalin vezényelte. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, valamint a Bartók Szövetség 1934 óta szervezi az éneklő ifjúság hangversenyeket. A minősítés szempontjai a stílusos zenei hangzás, a műsor szerkesztése, a karakterbeli változatosság, az esztétikai megjelenés, a fegyelmezett magatartás, az őszinte átélt éneklés. A veresegyházi minősítő zsűri tagjai Újvári Gézáné nyugdíjazott pedagógus, szaktanácsadó, Györe Zoltán zeneszerző, a zsűri elnöke pedig Igó Lenke, az ELTE adjunktusa, a Bartók Konzervatórium tanszékvezetője. A veresegyházi befogadó településen túl Budaörsről, Ceglédről, Gödöllőről, Isaszegről és Kunhegyesről érkeztek kórusok.
A kórus találkozón négyféle minősítést szerezhetnek meg a csapatok. Arany, ezüst, bronz minősítést, valamint aranydiplomával jutalmazhatják meg a versenyzőket, mely a három minősítésnél is magasabb színvonalat követel. Az éneklő ifjúság Pest megyei minősítő találkozóján bronz minősítést szerzett a budaörsi tavasz kórus. Ezüst minősítést a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola normált okozató kórusa, az isaszegi Klapka György Általános Iskola kórusa, valamint a ceglédi Fiorító gyermekkar kapott. Aranyminősítésben a Veresegyházi Fabricius Általános Iskola Aprókák és Kicsinyek kórusa, a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola gyermekkara, valamint a ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola kantáte kórusa részesült. Aranydiplomát kapott a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola Kicsinyek kórusa. Aranydiplomát kapott a Veresegyházi Fabricius József Általános Iskola Kabóca kórusa.
aranydiplomát kapott a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola kantáre kórusa. Thank you.